mai vadászatunk csúcspontja mindenképp az a pillanat volt, amikor a bőgőbikát közel 50-60 méterre sikerült bebőgni, illetve sikeresen terítékre hozni, azonban nem elhanyagolható az a kiegészítő, amit ma a vállamon hordtam, vittem az erdőn. Azt gondolom, nagyon sok az összefüggés a bőgő gimbika vadászat és egy rigby fegyver között, hiszen bőgőbikára vadászni a vadászat csúcsa. Ezért esett a mai választásunk egy rigby Highland Stalkerre, mert mindenképp szerettük volna a pillanat különlegességét megragadni, és egy olyan fegyverrel vadászni bőgőbikára, ami nagyon eltér az átlagtól. Kifejezetten cserkelő vadászatra készült. Ha végignézzünk, végtekintjük az agyazását, egy nagyon kecses vonalvezetésű, letisztult, nemes fegyver összképét kapjuk, ami egyébként egy Mauser M98-as rendszerre épül. A képeken egy 7-es fa kategóriájú verziót látunk, ami nagyon fontos, a fa részek politúrozása teljesen tradicionális, tehát sem lakott, semmi más nem használnak hozzá, kizárólag egy különleges recept alapján készült olajos politúrt. Én bárkinek bátran ajánlom, hogy a ma népszerű modellek mellé, nem helyett természetesen, mellé, mint a fegyverszekrényünk egy apró ékszere, helyezzenek egy ilyet a szekrényükbe is, és egy pohár whisky vagy gin mellett könyvet olvasva vagy vadászfilmet nézve vegyék elő a szekrényből, simogassák, éljenek együtt vele, és adott esetben, ha tehetik, akkor gimszarvasra cserkeljenek vele.